És starter indult a mérföldes nyeretlen verseny, összesében azért viszonylag vegyesen indult a mezőn, Sarkcsillag van nagyon nehezen talpon, és már most egy jó 10-12 osszal ki van szakadva, az élen pedig a top favorit Winning Bid diktálja Linekkel a tempót, Winning Bid mögött ott vannak az istárolatások közül ketten, és Déva Várát látom egyre jobban kibontakozni, illetve Kula Fumbi kezdett viszonylag jól, Juliana is jól tartja magát, aztán Akrobat vezetésével zárkoznak a többiek, ott van Takó Boly a középmezőnyben, Májusfával egyetemben, Csodafény szép lassan megkezdi a zárkózás, a sor végére Sárarany esik vissza, ott a Sarkcsillag és a La Primera mellé. Az ügető átjáróhoz érve, közepes tempóban, még mindig Winning Bid diktálja ott az irmot, Winning Bid még mindig az éren, egy másfél rossz az előnye az üldözőkkel szemben, tiszta feketében Déva Vár az Denko Smidával jön fel menet közben most már oda a második pozícióba, bent a falon egyre jobban bontakoznak ki, ott Juliana színei kívülről, Takó Boly vezetésével próbálnak talán majd zárkózni a többiek, ott van Kula Fumbi, a szürke Májusfa is próbál jönni, Akrobat sincs messze, viszont a vezetőló megszökni látszik. Winning Bid a kanyarban szerzett magának egy jó 6-8 oszos előnyt, hasonló taktikával, mint fél évvel ezelőtt, Lároszal Winek próbálja ellopni a versenyt. Winning Bid, aki tavaly Angliában versenyzett, nagyon-nagyon magabiztosnak tűnik, és folyamatosan nő az erőnye Déva Várával és Kula Fumbival szemben. Julian a harmadik, Akrobat pedig a negyediken, Csodafi próbál kívülről zárkózni. Winning Bid nagyon komoly előnnyel fordul az utolsó 400 méterre, 10-12, de lehet, hogy 15 osszal is az élen jár, egy kicsit Jaroszláv Winek kézből meglovagolja, hát nem ide való Winning Bid, ez egészen biztos, ennél sokkal konyabb mezőnyökben is meg fogja állni a helyét, mert szinte letávolozza ezt a társaságot. Winning Bid hosszak özönével elszórja a mezőn, a másik két favorit érkezik mögé a második, harmadik helyre, jön oda Akrobat és jön Csodafi, de hát Winning Bid már réges-régen hazaért, Winning Bid meggyerte a futamot, Akrobat a második, Csodafi pedig a harmadik. És Déva Vára pedig végül lecsúszott a negyedik helyre, hát Winning Bid egészen más, igen, klasszis, mint ez a mező. Ez nem az a társaság, az nagyon enyhe kifejezés az Winning Bidre. Nyilván Linek egy kicsit... Meg se izzadt. Megkérdeztem, mondanám én, hogy kézzel meglovagolta, de hát ez egészen más társaság, ez kapásból látszik Winning Bid. És hát mögötte végül is az a két ló, akit játszottak, hogy Isten igazából, Akrobat Csodafi, úgyhogy a nyeretlen versenyben jön a szintiszta papír. És Linek kettőből kettő a mai napon, csak úgy, mint Maronka Gábor, tehát finoman fogalmazva is jól kezdték ezt az évet. Teljesen szétszórta a mezőnyt. Akrobat és Csodafi a végén indultak inkább meg. Mondanám, hogy biztató volt, csak az ugye nehéz ugye erről beszélni, amikor van egy ilyen nyerőlovunk, hogy nagyon szépen zárkozik Akrobat is, meg Csodafi is. Abszolút más társaság, mint Winning Bid. Ugye ajánlottuk erősen mi is. Nyilván az angol formák igencsak biztatónak tűntek. De figyelem, a második futam nem hivatalos befutási sorrendje. 6-os, 3-as, 4-es. Ismétlem, 6-os, 3-as, 4-es. Ugye két gyolai lovat említettem, Takó Bolyt és Kula Fumbit, hát majdnem a harmadik Déva Vára maradt ott a dobogón, ugye őt vették le ketten is, Déva Vára. Így is egyébként szerintem nagyon-nagyon jó versenyt fut, és utána is egy hosszabb úr, viszont Juliana. Talán gyengébb. Csalódást talán gyengébb, okozott. Igen, a Vártnál. Hát kíváncsi vagyok Winning Bidre. Ugye a bírói ítélet az egészen komoly lesz. Nehéz lesz formát számolni is, mert Csodafi első versenye volt, Akrobat nyilvánvalóan tonnákat javult másodjára, tehát nagyon nehéz lesz már előjáróban meg lehet satszolni, bármilyen számot is leírni Winning Bidnek. De hogy meg lehet vele célozni ez alapján, vagy lehet talán gondolkodni komolyabb versenyekben is, az majdnem, hogy biztosnak tűnik. De nyilván erre emiatt is vették Deák Györgyék, tehát ott azért komolyak az elvárások, meg nagyok a célkütőzések. Az biztos, hogy nem handicappek számára igyekszik vásárolni Deák György. Hát Winning Bidet szerintem ebből a formából kiindulva. Hát azért, hogy foggal nincs mennyi az annyi, hogy hát osztályokkal stílusa... van feljebb, mint ez a mezőny, az biztos. De ez több volt, mint jó. Kvelindónyi? Hát azért nyilván egy nyeretlenből... Igen, nyeretlenből... Hát ott is emlékszel az első versenyben, amikor indult, akkor pont azt mondtuk a szürkére, hogy hát ebből nagyon komoly dolog lehet. Meglátjuk. Nyilván helyén kell kezelni minden versenyt, a nyeretlent is, de ez őrült biztató volt így ugye elsőre. Maga a stílus, meg ahogy tényleg szó szerint távolozta ezt a társaságot. Hát szerintem Andi is meg fogja megint kérdezni, vagy Maronka Gábort. Mit kérdés? Maronka Gábort. Hát nagyon jó alló. Mikor láttátok, hogy munkában, hogy ő ennyire jól fog esetleg mozogni már a mai nap folyamán? Milyen ló ő? Hát ennyire jó nem gondoltam, hogy mozogni fog, de bíztunk benne, hogy nagyon jól dolgozott. Ezt is könnyedén oldotta meg, szerintem klasszis. Nemzeti díjban a helye.
Köszönöm szépen, akkor csak engem erősítettél meg, nemzeti díjban a helye. Akkor az pedig azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy május 7-én a tavaszi lóverseny és futrákson, ha minden rendben van, akkor találkozunk ezzel a nagyszerű telivérrel. Mi is kíváncsian várjuk a folytatást, az teljesen egyértelmű. És hogyha Juliannának a középformáiból, azokból a 45-ökből indulunk ki,